Sziasztok! Gábor vagyok, a házipék. Tartsatok velem, és üssünk közösen! Sziasztok, kedves házipékek! Szeretettel üdvözöllek benneteket! Ebben a videóban az eddig megszokott péksüteményektől, illetve egyéb péktermékektől eltérően most egy süteményt fogok készíteni kevert tésztából, annak a szempontjából, hogy igazából most már jön a jó idő, lassan itt a nyár, úgyhogy most már elő lehet venni az egyszerűbb és gyorsabb recepteket. Ráadásul ez egy citromos sütemény lesz, ami ízvilágában is ezt a nyárias feelinget magával hordozza. Úgyhogy remélem, hogy kipróbáljátok és elkészítitek. Nagyon-nagyon finom, nekünk nagyon bejött. Mindenképpen ajánlom, hogy gyertek és tartsatok velem. Nos, lássuk az összetételt, és akkor az elkészítésnek a sorrendjében mutatom be az egész dolgot. Tehát ide a tálamba én már kimértem a vajat. A vajnak a megadott mennyiségében használt margarint is. Fontos, hogy az összes alapanyag szobahőmérsékletű legyen, tehát úgy 1-2 órával a felhasználás előtt vegyük elő, a vajat is nagyon könnyen el fogjuk így keverni, hiszen már föl van puhulva. Nos, a vajhoz hozzákerülhet a cukor. A cukrot bele is öntem a dagasztó tálamba. Illetve sóból egy egész kevés, sóból nem használok sokat, ez csak egy csipet. És ami még most hozzákerül, az nem más, mint vanília eszencia, nagyon jól ízesíti ezt a süteményt. Akár el is lehet hagyni, mert nem feltétlen muszáj hozzáadni ahhoz, hogy jó legyen ez a sütemény, de hogyha éppen van otthon, akkor ne hagyjátok ki. Ebből hozzáadok egy teáskanállal. Rendben van. És hogyha ez is benne van, akkor oda készítem a gépre, és elkezdem keverni ezekkel az összetevőkkel, a cukorral, a kevés sóval és a vanília eszenciával a vajat most teljesen habosra kell keverni. Nos, akkor el is lehet kezdeni a vajnak a habosítását. Én most a gépemnek egy ilyen szilikon fejét használom, de igazából bármiféle keverőfejjel el lehet jó keverni. A dagasztófejet nem ajánlom hozzá, mert ez nem a legjobb, a spirálfej. És akkor egy gyorsabb fokozaton fogom, először lassabban kezdek, és egy gyorsabb fokozatra fogok váltani, mert úgy sokkal jobban kidolgozza majd a vajat a gép. Nos, egy 3 perc gyors ütemű keverés után nagyon szépen kivilágosodott a vaj, mutatom nektek, hogy hogy néz ki, illetve hogy milyen lett az állaga. Tehát, hogyha belenéztek ide a tálamba, akkor láthatjátok, hogy mennyire világos színe lett, és hogyha megvizsgálom, akkor tényleg egészen puha, krémes, habos az állaga. Ez a lényeg, hogy egy ilyen állagot elérjünk. Hogyha ezzel megvagyunk, akkor a következő lépésben hozzá fogjuk keverni a tojásokat, amiket itt láthattok. Nagyon fontos, hogy a tojásokat egyesével adagoljuk ehhez a vajas masszához, és mindig várjuk meg, amíg a gép teljesen eldolgozza azt az egy-egy tojást, amit hozzáadtunk, mert így nem fog külön válni a tojás és a vaj, hanem egy szép egyöntetű állagot fogunk kapni. Tehát elindítom a gépemet, és először, amikor adagolom, akkor mindig egy picit lassabbra veszem, de amúgy gyors ütembe fogom eldolgozni a tojást a vajba. Amikor az első tojás szépen eldolgozódott, akkor hozzá lehet adni a következőt. És így haladunk majd szépen tovább, hogy a második eldolgozódott, mehet bele a harmadik is.
rendben van. A tojások hozzáadagolása, illetve az eldolgozása, az további 4 percet vett nálam igénybe, ezzel a gyorsabb fordulattal a gépemen, és ismét mutatok nektek egy állagot. Tehát, hogyha belenéztek a tálba, akkor láthatjátok, hogy nagyon szépen fellazult a vaj, és nagyon szépen eldolgozódott benne a tojás. Úgyhogy most a következő elem, amit hozzá fogunk adni, az, ami a citromos ízvilágot biztosítani fogja. Facsar citromlevet fogok hozzáadni, ajánlom frissen facsarva citromból, átszűrve, ez hozzákerülhet, nagyon-nagyon szuper ízvilágot fog biztosítani, és a nyárhoz nagyon jó passzolnak ezek az ízek. A citromnak a levén kívül citromnak a héja is fog hozzákerülni, reszelt citromhéj, odafigyelve, hogy a citromnak a fehér keserű részét ne keverjük be, illetve ne reszeljük bele, mert az is keserítheti a süteményünket. Illetve hát, hogy ne legyen mesterkélt anyagokkal kezelve a citrom, tehát legjobb esetben biocitromnak a használatát tudom ajánlani, de szerintem mindenki egyénileg el tudja majd dönteni. Nos, hogyha a citromnak leve és a citromnak a héja hozzákerült, utána eldolgozom ugyanúgy, mint a tojásokat, a citromot is benne. Nos, a következő és egyik legfontosabb összetevő az nem más, mint a liszt. A lisztből én egy finomabb bőrleményt a magyar családellátónak a BL65-ös kecskeméti kender sütemény lisztjét használom. Süteményekhez nagyon-nagyon optimális, ezért most ebbe az esetbe is. Ehhez a liszthez hozzá fogom adni a keményítőt. A keményítő fog gondoskodni róla, hogy alapvetően ez az eléggé nagy zsírtartalmú tészta egy picit lazább érzetet kapjon, illetve ami még erről biztosít minket, az nem más, mint a sütőpor. A sütőport is hozzáadom, és akkor már minden száraz összetevőm benne van most itt a tálba. Igaz, alapvetően egy picit ez a sütemény tömörebb érzetű lesz, mert az a jellege, de a krém ezt nagyon jól fogja egyensúlyozni. Nos, ezeket az összetevőket itt a tálamba egy picit elkeverem. És úgy vettem észre, hogy a liszt az nem csomós, de a keményítőm az eléggé csomós állagú volt, ezért úgy döntöttem, hogy ezt az egész egyveleget szépen átszitálom, egy szűrő segítségével is nagyon szépen át tudjátok szitálni, most egy másik tálba, és ezáltal föllazítom az egésznek a szerkezetét, így a süteménynek a tésztájának a kialakulásánál is ez az átszitálás, ez nagyon nagy szerepet tud játszani, hogy a bézet kialakulásba is megkönnyítse a dolgunkat. Nos, a gépemre ráraktam a fröccsenésgátlót, és akkor ezt a lisztes sütőporos keményítős egyveleget elkezdem majd szépen apránként adagolni, és így ki fog alakulni egy csodálatos tésztaállag. Most egyelőre egy 3-4 evőkanállal hozzáadok, elkezdem szépen elkeverni, és amikor eldolgozódott, akkor utána folyamatosan fogom tovább adagolni, akárcsak a tojással tettem. Rendben van, a gép nagyon szépen kidolgozta a tésztát, körülbelül még egy 6-7 percig kevertettem, igazából az összkeverési idő az úgy 13 percet eltől fel, onnantól kezdve, hogy a vajat elkezdtem keverni a cukorral, illetve a sóval és a vanília eszenciával. Nos, lássuk a tészta állagot. Először is letisztítom ezt a keverőfejet, amit használtam. Rendben van. Annyit még elmondanék, hogy miközben kevertem a tésztát, a sütőmet már bekapcsoltam, elkezdtem előmelegíteni, hiszen innentől kezdve nincsen sem más dolgunk, mint hogy a sütőformába átmerjük, és utána be is helyezzük a sütőbe. Nos, a tésztának az állagát, azt így is láthatjátok, hogy elég szép, laza, lágy állag, de majd mindjárt, amikor a sütőformába merem át, akkor jobban látjátok, hogy hogyan csorog át. Itt a sütőformám, amit kibéleltem én egy papírral, hiszen majd a papír két szélét megfogva nagyon könnyen ki fogom tudni emelni ezt a süteményt, illetve oldalt egy kis zsiradékkal kikezeltem, hogy ott se ragadjon hozzá a két oldalám, és ebbe a sütőformába fogom belerakni, a formának méreteit a képernyőre kiírom, illetve majd a recept leírásba is szerepelni fog, és akkor most ide szépen átmerem ezt a tésztát.
Rendben van, miután teljes tésztát átcsorgattam ide a sütőformába, azután egy picit ennek a spatulának a segítségével elosztom benne, hogy nagyjából egyenletesen legyen mindenütt. Majd egy picit még meg is lehet rázni, akár egy picit meg lehet ütögetni. Így nagyon szép egyenletesen eloszlik a formában a tészta. És hogyha így megvagyunk, akkor igazából be is kerülhet a sütőbe. Nos, a sütemény kisült, láthatjátok, hogy hogyan is néz ki. Fölül egy picit megreped, de ez egyáltalán nem mérvadó, mert be lesz burkolva, ez teljesen normális, de amikor beburkoljuk, akkor egyáltalán nem fog látszani, és az összképből nem fog semmit se elvenni. Igazából kétfajta mód van, ahogy el tudjátok készíteni. Alapvetően ezt a süteményt úgy szokták elkészíteni, hogy a formát lefordítva hűtik ki ezt a süteményt, úgy ez a része egy picit ellapul, egyenesebb lesz, és akkor az alsó része lesz a teteje, tehát egy szabályosabb teteje lesz, és a szabályosabb tetejére szoktak cukormázat készíteni, ami igazából annyi, hogy egy 150 g porcukorhoz annyi citromlevet hozzá szokás keverni, amíg egy picit lágyabb, ilyen masszásabb, illetve hát máz állaga nem lesz, és akkor azzal a mázzal szokták bevonni. Viszont én most ezt egy picit átvariálom, és szeretnék egy másfajta tőteréket bemutatni, ami igazából egy mascarpone alapú tőterék, ami a citromlevéből, citromhéjából és egy kevés cukorból, valamint a mascarponéból lett kikeverve. Nagyon-nagyon finom, ezzel fogom megtölteni és beburkolni ezt a süteményt. Terveim szerint három részre fogom osztani ezt a süteményt, két rétegbe fogom megtölteni töltelékkel, utána kívülről beburkolom, de ezt úgy is látjátok, úgyhogy álljunk is neki. És akkor láthatjátok a belsejét is, ahhoz képest, hogy elég magas a zsiradéktartalma, azért kellően lazított, és nagyon-nagyon finom, nagyon-nagyon jó az illata most, ahogy felvágtam. Nagyon fontos, hogy a tésztát teljesen hűtsétek ki, mielőtt elkezditek fölvágni, hogy ne essen szét. Nos, fölvágtam három részre, és akkor elkezdem először a belsejének a megtöltését, az alsó tésztalapra kenek ebből a mascarpone krémből. Rendben van. Az első rétegen elosztottam a tölteléket, ami úgy körülbelül a tölteléknek, hát majdnem az egy harmadát teszi ki körülbelül. Tehát igazából úgy lesz elosztva a töltelék, hogy egy harmad rész, utána a következő szintre megint egy harmad rész, és a végén a burkoláshoz, ahhoz is körülbelül egy harmad rész. Rendben van, a két réteggel megvagyok, most pedig a maradék krémmel be fogom vonni kívülről is a süteményt. Nos, miután a süteményen elosztottam a krémet, azután egy ilyen recésebb habkártyával egy kis díszítő motívumot húzok bele, és ezzel is egy nagyon szép mintát adok neki. Tehát így megpróbálom megcsikózni vele a süteményt. És úgy gondolom, hogy ebben a formában egész jól is néz ki. Úgyhogy jöhetnek a végső díszítő elemek. Most arra gondoltam, hogy díszítő elemként darált pisztáciacsíkot fogok rá készíteni. És a pisztácián kívül még ilyen kis citromcikkelyekkel fogom díszíteni a süteményt.
És el is készültünk, mindjárt meg is nézzük felvágva, hogy hogy néz ki. Nos, akkor egy pár szót a sütésről is, ami igazából nagyon egyszerű volt. 175 Celsius fokra előmelegített, légkeveréses üzemmódba állított sütőbe kell behelyezni a formában a nyers tésztát, és körülbelül 55-60 percig sütni. A sütés végén tűpróvával ellenőrizni kell, hogy átsült-e rendesen, tehát egy hegyes kés bele kell bökni, és hogyha kihúzzuk a kést, a nyers tészta nem tapad meg a késnek a felületén, akkor ki lehet venni a süteményt is, mert akkor már átsült. Egy 50 perc után ajánlom, hogy ellenőrizzétek, hiszen azért a sütőknek lehet eltérő a teljesítménye, de nálam egy olyan 55 és 60 perc között volt az optimális átsültségi idő. Nos, és ahogy ti is láthattátok, nagyon-nagyon finom lett ez a sütemény, már a fele el is tűnt annyira finom, úgyhogy mindenféleképpen ajánlom, hogy próbáljátok ki. Szerintem kinézetre is nagyon szép, természetesen azt hozzá kell tenni, hogy én pék vagyok a cukrászatmához, azon kívül, hogy a pék és cukrászatma rokon szatmák semmi közöm, de szerintem attól függetlenül egész szépet hoztam ki ebből a süteményből, úgyhogy remélem, hogy tetszik, és kipróbáljátok a receptet. Tehát, hogy elégedettek vagytok ezzel a recepttel és a bemutatással, akkor kérlek alatta nyomjatok egy lájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióba. A csatornára nagyon kérlek, hogy iratkozzatok föl, hiszen a további receptekről itt tudtok értesülni. Facebookon és Instagramon Gábor a házi pék hivatalos néven vagyok elérhető, illetve a weboldalam, amire most különös hangsúlyt szeretnék fektetni, annak a webcíme gaboraházipék.hu, oda az összes receptnek az írott formáját feltöltöttem, annyi eltéréssel, hogy a frissen megjelenő receptek egy hónap múlva fognak átkerülni a weboldalra, addig itt a videók leírásába találjátok meg a recepteknek az írott formáit. Nos, következik a nyári időszak, aki már ismeri tavalyról a tevékenységemet, illetve tavaly előttről azt tudja, aki még nem, annak most elmondom, a nyári időszakban két hetente foglak titeket újabb recepttel várni, hiszen ilyenkor kevesebbet sütünk, egy picit többet vagyunk a családdal, egy picit többet szórakozunk a szabadba, de szeptembertől majd ismét fog indulni a heti szintű videó megosztás. Tehát ez azt jelenti, hogy két hét múlva majd ismét találkozunk, addig is minden jót kívánok nektek, sziasztok! A recept teljes írott formája a videó alatt megnyitható leírásban megtalálható.